24. és 25. versével köszöntöm szeretettel a testvéreket óév estéjén, szilveszter napján. Napjaim Isten kezében vannak, ez az év váltásnak az központi mondata, mondani valója, és a mai napon erre figyelünk, múlik a kegyelem ideje. Igazából a Zsoltár, a 62. Zsoltár szavaival fogjuk végig gondolni ezt a múló időt, hogy ebben hogyan tudunk mi emberek megmaradni, Istennél maradni. A hirdetésben szeretettel hirdetem, hogy elsején, azaz holnap, új év napján itt Bonyhádon tartunk csak Isten tiszteletet, 10 órai kezdettel, úrvacsorai Isten tiszteletre hívjuk, várjuk a testvéreket. Másodikán, az év első vasárnapján, Hídason 8:30 órakor, Bonyhádon 10 órakor és Kismányokon 11:30-kor lesz Isten tiszteletünk. Az év első vasárnapját és úrvacsorai Isten tisztelettel ünnepeljük. Vízkereszt napján, 6-án itt Bonyhádon lesz csak Isten tisztelet 10 órai kezdettel. Szomorúan hirdetem, hogy elhunyt Kaiser Zoltán testvérünk 49 esztendős korában. Az ő temetése január 5-én, szerdán 13 órakor lesz itt a Bonyhádi temetőben. Hirdetem, hogy a gyülekezet újsága, a Kisharang újság megjelent útmutatót, illetve a Szeretett Forrás című napi olvasmányt lehet még kapni. A gyülekezet presbitériuma nevében is kívánok mindenkinek boldog, békés, egészségben gazdag új esztendőt. Illetve még egy hirdetnivaló, ami itt az elmúlt időszakban történt. Karácsony másodnapján délutánján volt egy keresztelő, ahol Marsi Márkót kereszteltük meg. A Bonyhádi gyülekezet talán ismeri Bander Erzsébetet, az ő unokájáról van szó. A család Németországban, akik így jöttek most haza, és az 5 éves kis Márkót kereszteltük meg karácsony másodnapján. Isten áldása legyen az ő és a család életén is. És Isten áldása legyen ezen a mostani Isten tiszteletünkön is. A 176-os énekkel kezdjük meg az Isten tiszteletet. Ezt követően pedig majd a 2. liturgiához lapozzunk. Thank you.
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az Úr megőriz téged minden rossztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te kimeneteledet és bemeneteledet, mostantól mindörökké. Irgalmadat keresem, örök Isten, mert te voltál menedékem mindenkor. Bocsáss meg vétkeimet, és maradj velem kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Szeretett fiad nevében, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg azokat az igéket, amelyeket erre a mai napra, óév estéjére felolvasásul kijelöltek, és megírva találjuk mindkét igét az Új Szövetségben. Az elsőt Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, a negyedik fejezet első 8 versében, ezt követően énekeljük el a 174-es énekünk 6. versszakát, majd hallgassuk meg az ünnep evangéliumát, Jézus tanítását Lukács evangéliumából, a 12. fejezet 35. versétől a 40. versig a következő.
érvek, érvek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat. Az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Vegy, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedve végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazi bíró, ama napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszem egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. A harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszem Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Igényedetése készülve 397-es éneket énekeljük. Thank you.
és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet megírva találunk a Zsoltárok könyvében, a 62. Zsoltár második versétől a 13. versét. A következő. Így imádkozik a Zsoltáros. Csak Istennél csendesül el lelkem. Tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre? Miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Szeva. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Szela. Csak pára az emberek életed, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott honnival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is a vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban, hát ismét elérkeztünk egy olyan időponthoz, amely azt mondja, hogy ez az év is eltelt. És ez a mai nap, óév napja, szilveszter napja mindig emlékeztet bennünket bizony az idő múlására. Arra, hogy megint eltelt egy év, arra, hogy megint sok minden történt velünk, történtek nagyon jó dolgok, amelyekért hálát adhatunk, és biztos vagyok benne, hogy történtek olyan próbatételek, nehézségek, amiért megint csak Istenhez fordulhatunk. Ezen a napon sok mindenki sokféleképpen éli meg az év végét, a számadás napját. Vannak, akik egészen hangosan próbálják megélni a napot, már itt is hallottuk, hogy itt-ott kezdődnek a durrogások. Mindannyian próbálják megélni azt, hogy valamiféle nagy zaj, nagy hang közepette, mint hogyha eltolnák maguktól, hogy szembe kelljen nézni ezzel, múlik az idő. És persze van, aki meg csendben éli meg ezt az évváltást, csendben éli meg azt, hogy megint eltelt egy esztendő, és megpróbálja összegezni, megpróbál szembenézni mindazzal, ami mögött. Igen, az idő múlik, és jól jelzi számunkra ez a nap. A múló időben igazából magával az idővel kell szembenézni. Azzal az idővel, ami meghatározza azt, hogy mit jelent az emberi élet. Az idők tudnak lenni áldást hozó idők, és az idő tud lenni gonosz. Pál apostol írja az efezusiakhoz írott levélben, az idő gonosza. De miben is áll az időnek ez a gonoszsága? Részben az idő el tudja hitetni velünk, hogy sosem halunk meg. Mintha a világ is ezt kántálná ezen az estén. Aztán el tudja hitetni velünk azt, hogy még sok van belőle. Ráér. Aztán az idő becsaphat bennünket úgy is, hogy most már késő, nincs mit tenni. És az ember valamiféle apátiába zuhanva nem akar semmit se változtatni, nem akar semmit se megpróbálni.
Gonosz lehet úgy is az idő, hogy kifolyik a kezünkből. Nem tudjuk beosztani, irányítani. A semmire sincs időm mondás, amelyet gyakran használunk, jó mentség a rendetlen élet igazolására is. És becsaphat azzal is, hogy egy nap 24 órából áll, tehát minden nap egyforma. De tudjuk jól, hogy ez így nem igaz. Az idő, amely kattog, amely megy egyre inkább, egyre tovább, a kronosz, amely órákban mérhető, és ebből 24 jut egy napra. De közben ott van a görög, a másik görög kifejezés, a kairosz is, ami tulajdonképpen az ünnep ideje, a különleges alkalom ideje, a megfelelő pillanat ideje. Ezt nem órával mérjük, hanem a felelős döntések sorozatával. És igazából a nagy kérdés az, hogy a múló időben, a kronoszban vannak-e kairoszai? Vannak-e olyan alkalmak, amelyeket úgy élünk meg, hogy az valóban minőségi idő? Az alkalmas idő, a kairosz tulajdonképpen akkor érhető tetten, hogyha valóban meg tudjuk élni a maga mélységében az emberi életet. A zsoltáros ma estére egy megoldást hoz nekünk. Egy olyan megoldást, amelyben ezt a kairoszt utolérhetjük. A csendet. Így imádkozik a zsoltáros, csak Istennél csendesül el lelkem. Tőle kapok segítséget. Egy olyan emberről van szó, akinek az élete zaklatott, folyamatosan támadják, folyamatosan kergetik, meg akarják ölni, így éli meg. És ebben a helyzetben, amelyben teljesen bizonytalan az élete, ebben a helyzetben egyszerre csak a zsoltáros megéli azt, hogy amikor csendben van, a lelke elcsendesül Istennél, megérti azt, hogy Isten végig vele van. Tőle kap segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozok sokáig. Milyen jó átélni, hallani ezt, erős vár, ahogyan mi magunk is köszönünk egymásnak. Luther Zsoltár feldolgozása nyomán erős vár a mi Istenünk. Maga a zsidóság is sokszor érte meg, amikor támadások érték, hogy a különböző hegyekben található barlangokban találtak menedéket. Erős szikla, erős vár a mi Istenünk. És aztán tovább imádkozik a zsoltáros. Pillanatnyi szünet után, amit a zsoltárokban mindig így olvasunk, Szela, a zsoltáros visszatér ugyanahoz a mondathoz. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Most már nem csak a segítségről van szó, nem csak arról, hogy a pillanatnyi helyzetben megélem azt, hogy Isten velem van, mellettem van, segít nekem, hanem megélem a jövőt is, a reménységet. És újra elismétli, mint egy magának is, csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom. És beszél Istenről, nem csak mint segítségről, de mint dicsőségről, erős kőszikláról, oltalomról. És a népeknek is ugyanezt javasolja, bízzatok benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket. Isten a mi oltalmunk. És megint szület. Végül a legsúlyosabb témát hozza elénk. Csak pára az emberek élete. Hazug látszata halandóké. A mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Itt ennél a szónál pára, amely tulajdonképpen egyszerre csak látszik, és aztán hirtelen eltűnik, az latin fordításban ezt a szót találjuk, vanitas.
hiába valóság. Döbbenetes. Ahogyan a zsoltárok is, de sok más is megpróbálja kifejezni az emberi élet mulandóságát. Pára, mező, virága, fű, ami egyszerre csak van, és aztán már nem is látszik. Ebben a megélt emberi életben, amely annyira könnyűnek látszik, a zsoltáros Istenhez fordul ebben a csendben. És ebben a csendben érti meg Isten szavát. Istennél van az erő, és nálad van, Uram, a szeretet. Azt tudjuk mondani, hogy igen, Isten az, aki erőként van jelen ebben a világban. És ki kell mondanunk, hogy csak az erő tud irgalmas lenni. A kegyetlenség félelemből fakad, és ez bizony gyengeség. Isten erősként áll ebben a világban, és ebben az erőben mutatkozik meg az ő kegyelmessége. Adventkor kezdtem el Pilinszky Jánost idézni, akit ünnepeltünk ebben az évben, hiszen 100 évvel ezelőtt született, hadd álljon itt is egy olyan idézet, amely segít bennünket megértenünk ennek a napnak a lényegét. A következőket írja. Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, és az elmúlás szomorúságán átragyog az újrakezdés mosoly. A szilveszteri hangulat nagyon is összetett valami, és kivált az a hívő számára. Hála és remény, számadás és tervezgetés, mulatság és komolyság, bánat és öröm találkozója a szilveszteri 12. Az egyetlen ünnepünk, mely túlmutatva önmagán az egész esztendőt felidézi bennünk. Szilveszterre azt is mondhatnánk, hogy magának az időnek ünnepe, magának a titokzatos földi időnek a megszentelése. Épp ezért sokszor az az érzésem, hogy rosszul ünnepeljük. Tulajdonképpen csendben, szinte hallgatózva kellene fogadnunk, mint valaki a hóesés kezdetét lesi, vagy a csillagok neszére figyel, vagy mint a gazda, ki az éjszaka csendjéből a vetés növését szeretné kihallgatni. A szilveszter mégis a féktelen, karneváli öröm órája lett, s mintha emögött az öröm mögött még ma is valamiféle pogány szív dobog. Nem csoda aztán, ha új év napja sokak számára a kiózanodás szürke szomorúságával egyen. Pedig gyönyörű alkalom az igazi derű, s tegyük hozzá a földi öröm számára. Mert valóban az földön járó ünnep, és ezt a földi mosolyt nem is szabadna megtagadnunk tőle. 12 óra van. Az éjszakában most fejezte be körforgását a Föld, és most kezd egy újabb égi kör írásában. Fejünk fölött, mint forgó kristálygömb, a csillagos egyetem. De a mi szívünk e pillanatban egyedül övé. Egy csodálatos mozgás, múlás és érkezés urája. És ezt ne feledjük el, a legharsányabb szilveszteri zsivajba se, véghetetlen csendben és szeliden Isten most hajtja át csillag nyáját az új esztendőből, az óesztendőből, az új esztendő mezőire. Lám, Pilinszky János is a csendre buzdít bennünket. Éljük meg csendben azt, hogy megértsük, mit jelent a múló időben megragadni és megélni azt, hogy Isten mellettem van, hogy Isten velem van. És ebben a csendben érthetem meg, hogy mi végre az élet, és ebben a csendben ragadhatom meg azt, hogy igenis rengeteg alkalom van arra, hogy Istennel találkozzak.
Anthony de Mello, aki Indiában volt jezsuita szerzetes, a hindu világképből, hindu életből hoz egy példát szintén erre a csendre. A hindu India csodálatos képet formált Isten és a teremtés kapcsolatának szemléltetésére. Isten táncolja a teremtést. Ő a táncos, a teremtés az Isten tánca. A tánc különbözik a táncostól, de mégsem létezik a táncostól független. Abban a pillanatban, hogy a táncos megáll, a tánc megszűnik létezni. Isten keresése közben az ember túl sokat gondolkodik, túl sokat reflektál, túl sokat beszél. Még akkor is, amikor ezt a táncot nézi, amit teremtésnek nevezünk, akkor is egész idő alatt gondolkodik, beszél magához vagy másokhoz, reflektál, elemez és filozofál. Szavak, 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 és zaj, zaj, meg zaj. Maradj csendben, és nézd a táncot. Csak nézz egy csillag, egy virág, egy hervadó levél, egy madár, kő. A tánc bármelyik töredéke megteszi. Nézz, hallgass, tapincs, ízlelj. És akkor remélhetőleg hamarosan megpillanthatod őt, magát, a táncost. Szilveszter estéjén csendesedjünk el. Szilveszter estéjén lássuk meg a mögöttünk lévő időben, életünkben munkálkodó Istent. Szilveszter estéjén gondoljuk végig mindazt, amivel megajándékozott az Isten, vagy amivel megpróbált az Isten. És szilveszter estéjén éljük meg ezt a vele való közösséget. Éljük meg azt, ahogyan erős Istenként, erős várként jelen van az életünkben, és éljük meg, ahogyan ez az erős Isten mégis szeretettel ölel magához. És így élhetjük meg, így érthetjük meg, mi az emberi élet. Szeressük Istent, és szeressük egymást, ahogyan egy csendben megérthetjük. Amen. Könyörök jut. Örök Isten, mennyei Atyám! Az óesztendő utolsó óráiban hálával magasztalunk minden tőled kapott testi-lelki ajándékért. És bár méltatlanok vagyunk kegyelmedre, mégis bizalommal könyörgünk hozzá. Könyörgünk mindazokért, akiket ebben az esztendőben veszteség és szomorúság ért, akik szerettüket veszítették el, talán a járvány miatt, akiknek szívére most a gyász terhe nehezedik, akik elveszítették otthonukat, akik kenyérkereset nélkül maradtak, akik egészségüket veszítették el, akiket elhagytak, akik elhibázták életüket, vagy akiket mások felelőtlensége sodort kilátástalan helyzetbe. Könyörülj rajtuk, Atyai szeretetedre. Könyörülünk szeretetre éhező testvéreinkért, a betegekért, a megfáradtakért, a szomorkodókért, és azokért, akik keresték a hozzád vezető utat, de még nem találtak rá. Könyörülünk a bűneik fogságában verdődőkért, és azokért, akiknek fájdalmat okoztak védkükkel. Könyörülj rajtuk, Atyai szereteteddel. Könyörgünk az örvendezőkért, az életükben, hivatásukban sikeresekért. Nyisd meg szívükben a minden tiszta örömöt megszentelő hála forrását. Könyörgünk az erősekért, hogy mindig emlékezzenek rá, erejüket neked köszönhet. Könyörgünk azokért, akiknek hatalmuk van mások fölött.
Őrizd meg őket a felelőtlen döntésektől, a részrehajlástól, az igazságtalan személyválogatástól, a hatalommal való visszaélés minden kísértésétől. Könyörülj rajtuk atyai szeretetedben. Könyörgünk egyházadért, amely a szeretetben gyakorta erőtlen volt, és a véget érő esztendőben is sokaknak maradt adósa az evangéliumban. Add, hogy ezért nem mások felelősségét kutassuk, hanem láttasd meg velünk azokat az alkalmakat és lehetőségeket, amelyeket mi magunk mulasztottunk el. Indíts bennünket igaz bűnbánatra, de mutasd meg nekünk bűnbocsátó irgalmat, gazdagságát is. Könyörülj rajtunk atyai szeretetedben. Könyörgünk a világért, hazánkért, közösségeinkért. Köszönjük, hogy mindeddig irgalmat hordozta az emberiséget, és a bűnei miatt nem is hagytad egészen büntetés nélkül, kegyelmed mindig határt szabott haragodnak. Kérünk, adj még kegyelmi időt, hogy teljesüljön akaratod, és minden ember hozzád térjen, megismerje az igazságot és üdvözüljen. Könyörülj mindnyájunkon, atyai szereteteddel. Hallgass meg minket, Urunk, amikor nyugtalan szívünk benned keres békességet. Vezess mindnyájunkat a múló időben az örök élet felé, és add meg nekünk az üdvösséget, amelyet országodban készítettél a téged szeretőknek, Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek tanítása szerint együtt valamennyien vagyunk, így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkben. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyük Isten áldását, az áldást követően pedig fennállva maradva énekeljük el a magyar nemzeti himnuszt is. Isten adja, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa az ő arcát, te reád, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
293-as énekel.